13. alkalommal tartottak földészfórumot Nyíregyházán. Ezúttal a termőföldek védelmével kapcsolatos feladatok megvalósítására helyezték a hangsúlyt, hiszen ezek romlása miatt ma már nem táplálékról, hanem élelmiszerről beszélnek a szakemberek. A szélsőséges időjárás a gazdálkodás rovására ment. A legnagyobb víztározó kapacitással a termőföld rendelkezik, mégis egyre nagyobb szükség van a mesterséges öntözésre, de a magyar földek mindössze 3%-át lehet megfelelő mértékben öntözni. Ez pedig a megtermelt élelmiszerek rovására megy, ami számos egészségügyi problémát okoz. A vashiány, a kalcium-magnézium hiány az elsősorban a fiataloknál jelentkezik. És tudjuk, hogy akár például a részhiány, vashiány, az szellemileg is világos, különösen, hogyha közben a higany megnő, akkor már szellemileg is egy csomó ismert betegség is fellép. 60 évvel ezelőtt a magyar burgonya 110 mg vasat tartalmazott, míg a tavalyi termés csak 5 mg-ot. Nem csak a vas, a kálcium hiány is egyre jelentősebb probléma. A gyerekek 66%-a nem kapja meg a naponta szükséges kálcium mennyiséget. Az iskolás lányok esetében csak 2%-nál optimális a kálcium bevitel, 20%-unknál pedig a kívánatos mennyiség felét sem éri el. Ezért az elmúlt években meg 10-szereződött a csontritkulás Magyarországon. Épp a 24. órában vagyunk, és talán még visszafordítható. Én már nem mondanám ezt, hiszen ami szintén ehhez kapcsolódik, hiszen a klímaváltás bajaira is azt mondtuk még egy pár évvel ezelőtt, hogy hát igen, van még 10-20-30 évünk, és az alatt meg lehetne fordítani. És aztán kiderül idén meg tavaly, hogy olyan mértékű már itthon is, nem csak a környezeti probléma, a klímaváltás okozta szélsőség, például a mostani aszály, vagy ahhoz kapcsolódó sajnos pont az ellentétes időszakban az óriási árvíz, vagy nálunk, vagy más földrészen, ami mutatja, hogy bizonyos tekintetben már vannak olyan területek, ahol nem visszafordítható. A szakemberek hangoztatták, hogy a korszakváltás bár szükséges és elkerülhetetlen, a hagyományok nem hagyhatóak el, ha szeretnénk megállítani a termőföldek és így az élelmiszerek minőségének továbbromlását.